Elkészültek a műsorfüzetek, finisébe lépett a 23. Vidor Fesztivál szervezése, melynek teljes programját hétfőn ismertették a sajtóképviselőivel. Az augusztus 23-ától 31-ig tartó rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonlóan a város több helyszínén is várja majd a megyeszékhely lakóit és a városba érkezőket. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idei fesztiválon a kormányzati forrásoknak és a támogatóknak köszönhetően a Kossuth téri fellépők között több lesz a világzenét képviselő művész. Egyszerre könnyű is, mert egy ilyen az elmúlt évek során egy ilyen jó csapat állt össze, és hát így azért lehet jobban gondolkoznunk. Itt most ez a fesztivál programban is megjelenik, több világzenei produkció lesz, és azt gondolom, hogy ettől még színesebb lesz a Fidor Fesztivál. A fesztivál fő szponzora, Bárány László, a támogató cég alapítója elmondta, évek óta figyelemmel kísérik a rendezvény programjait. Bár a cég csoportunknak a tevékenysége az igazából Nyíregyházához nem kötődik, de még nem számoltam össze, de legalább 80-100 munkavállaló Nyíregyházán él, de a Vidor Fesztivál az nem csak Nyíregyházai, az az egész megyéi, és a megyén túli régiókból is nagyon sok ember jön ide, és jó dolog azt látni, tapasztalni, azokat a visszajelzéseket hallani, hogy de klassz volt ez a Vidor Fesztivál, ugye jövőre is támogatni fogjátok. Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója kiemelte, az ingyenes koncerteken neves sztárfellépőket láthat majd a közönség. Érkezik majd mások mellett a Nox, a Grundvig Színházi fiúzenekar, Geszti Péter, a Párnográszt, Delhusa John, a világzene képviselői közül a Stefania All Stars és a Tabanka. Szerencsére stabil hátterünk van a városvezetése, illetve a főtámogatónk részéről. Ez egy olyan alap volt, amire tudtunk építeni. Ehhez jöttek a helyi vállalkozások, illetve az állami támogatás. Úgyhogy az, ami az előző évben megvolt, az az idén is rendelkezésre állt. Volt olyan támogató, aki kiesett, volt, aki jött újként. Tehát összességében hasonló lehetőségeink voltak, mint tavaly. A város számos pontján változatos kulturális programokkal várják majd a közönséget. Az irodalmi programoknak a Bencs Villa és a Szindbád ad otthont, a Vidor kertben délutánonként gyerek- és bábszínházi előadásokkal várják a legkisebbeket. A színházi versenyprogramokra korlátozott számban kaphatóak még belépők. A fesztivál zsűriét az idén Puskás Tivadar vezeti.